Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az ő következő lépése. Hogyan közeledik hozzád, ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Az ő jelenlegi helyzetére itt ez a kártya utal. És ez azt jelenti, hogy ő keresi a helyét az életben, ahol úgy érzi, hogy le tud gyökerezni. Adja a biztonság érzetét. Ez lehet a hivatása, lehet a lakhelye, lehet a párkapcsolat is. Ez a kép jelenti a gyógyító erőt is, ha ő beteg volt, vagy valaki a családban, itt most meg lesz a gyógyulás. Mivel itt a gyógyító erőről is szó van, kihat az egészségügyi témánkra is, lehet, hogy ez a munkahelye, ez a hivatása, és ott keresi a biztonság érzetét. Ki vagy mi hat rá kívülről? Ezt mutatja itt a kártya, mivel ő áll itt, ezen a helyen. Ő nem engedi azt meg, hogy mások beleavatkozzanak a dolgaiba. Ő saját magához most döntéseket. Az ő következő lépése. Itt látható ez a kereszt, ez jelenthet spirituális dolgokat, vagy vallási témákat, de kihat a sors utakra is, hiszen jelzi azt, hogy a sors utatok kereszteződött, és a sors utatok kereszteződni fog újra. Tehát ő találkozni akar veled. Ez a kártya jelenti a döntéseket is, hiszen ő irányítja a dolgokat, keresi a helyét az életben, és eléri az élet útján ezt a kereszteződést, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. A következő két képen látható az, hogy hogy hat ez ki rád, vagy mit kellene tenned. Itt látható a mozgás, ez a férfi mozgásba jön, közeledik hozzád. Nem kell tenni semmit, várj arra, amíg ő jelentkezik nálad. Itt a lilium virág jelenti a tisztaságot, az ártatlanságot, itt tisztázódni fog köztetek valami. A Lenormand kártyánál ez a lilium virág jelenti a szexuális témákat is. Lehet, hogy vannak ilyen gondolatai, és ez is játszik most egy szerepet kettőtök között. De azt is meg kell, hogy említsem, hogy ez a lovas férfi, lehet egy másik férfi is, aki ilyen szándékokkal közeledik hozzád, de ő is jön, tehát mindkettő. Nem biztos, hogy így lesz, de vannak olyan kapcsolatok, ahol tényleg előfordulhat az, hogy egy másik férfi még megjelenik a háttérben. Az a fontos, hogy legyen mozgás, előre menjenek az események, és tisztázódjon kettőtök között valami. Ha érdekel ez a jóslás, megrendelhető nálam, és akkor az személyes. A díjam 4000 forint, mint mindig, minden jóslásnál. Asztrológiával együtt pedig 10000 forint. Köszönöm a figyelmeteket, és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!